Hova parancsolja a hölgy? Értem. Aha. Jó, akkor megyünk. Jó. A Bogiban egy nagyon fontos megbeszélni valónk. Szeretném megkérdezni tőled, hogy miért hazudtál múltkor nekem, angyalom? Édesem, miért hazudtál? Mondjad. Tudod, az történt, hogy jöttem haza, és te nagyon ugatgattál, aztán észrevetted, hogy én vagyok, és akkor utána, ugye azért, hogy elhiggyem, hogy nem engem ugattál, ezért még ugatgattál más irányba 2-3-at. Hát szeretném megkérdezni, hogy ezt hogy gondoltad, hogy én el fogom hinni neked, mi? Parancsoljatok! Jaj, de tudja, hogy mi a dolga. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Jeromos is hazudik-e, mert az én kutyám az hazudik. Sok kutyával előfordul a viselkedés. A Jeromos ilyet még nem csinál, de volt a Boldizsár nevű kutyám sok évvel ezelőtt, és öreg korára szegény már nem jól látott és rosszul hallott, és ugye gyakran előfordult, hogy mentem oda, és elkezdett ugatni rám úgy, mintha idegen lennék, aztán egy 3 méterről rájött, hogy én vagyok, és akkor pontosan ugyanezt csinálta, hogy egy bokor fele fordult, és azt még jól megugatta. Az egyik amerikai kedvenc tudósom Carl Sagan, aki írt egy könyvet arról, hogy nincs az az emberi tulajdonság, amelynek a gyökereit, kezdeti stádiumait ne lehetne megtalálni valamilyen állatnál. Mit gondolsz erről, hogy ez egy biológus számára egy magától értetődő dolog. Az ember az állatvilág tagja, egy csimpánztól olyan 1,5%-nyi genetikai különbség választ el, ugyanolyan illettanunk a belső szerveink működése, tehát az, hogy a viselkedésnek is vannak elemei, az magától értetődik. Természetesen van néhány olyan csak ránk jellemző viselkedésforma, amit az állatok nem találnak meg. Lehet, hogy egyszerűbb vonatkozásban, de majdnem mindent felfedezhetünk az ő viselkedésük. Gondolkodnak, absztrahálnak. Így van. Ők is féltékenyek, ők is tudnak szeretni. Tudnak hazudni. Tudnak sunyiskodni. Igen. De sokkal őszintébbek. Igen. Az ember. Igen. Ha hiszik a nézők, ha nem, téged itt csíptünk el a Városligetben, véletlenül. Hát amit láttunk, az valami elképesztő. Elnézős, hogy közbeszól, de nem véletlenül, mert sorszerű az életünk. Hát igen, igen. László, neked mit jelent a kutya? Mit jelent a kutyád? Többet, mint az életemet. Ők a mindenség. Az egész univerzum. Elég sok csodás szereztem is az életbe az emberi kapcsolataimban, és vágytam igazán tökéletes kapcsolatra, többre is, és úgy láttam a világot, hogy talán az átok jobban hajlanak erre a tökéletes kapcsolatra, jobban fel vannak készülve, és az életbe is igazolta. Annyira tökéletesek, hogy még ebből a kapcsolatból tudnak adni másoknak is, mások is részesülnek. Hello, szia! Hú! Szia, ez a te kutyád? Igen. Jó, nincs kedved beszélgetni velem? A kutyának? Beültök egy picit? Igen. Akkor várjál, oda megyünk, jó? Igen.
szállítod a kutyát? Robogóval? Nem mindig, de hogyha kis távolságokra megyünk, akkor ahova lehet viszem magammal. Mivel ő ilyen kis talált kutya, ezért úgy gondoltam, hogy nem hagyom ki semmiből, és ha én szeretek motorozni, akkor ő is biztos szeret motorozni, és... Rögtön elsőre belement abba, hogy így szállítsd, igen, és igen. Zokszó nélkül? Igen, nagyon élvezi. Ez aranyos. És hol találtad a kutyát? Vagy hát hogy történt? Érdekes történet, mert csak egyszer már hazajöttem, és ott ült az ajtóm előtt. Na hol? Én kertesházban laksz? Nem, nem, ez egy második emeleti régi építésű háznak az amúgy kapukóddal ellátott épülete. És ahogy került be? Utólag kiderült, hogy egy kislányt kísért, éppen gazdit vadászott magának, de ők nem fogadhatták be, mert már volt egy kutyájuk. Na, azt hittem, hogy tudta a titkos kapukódot. Hát az is lehet, nagyon okos kutya. Na, és akkor megtaláltad a kutyát, azonnal tudtad, hogy befogadod? Tulajdonképpen, ha feladtam volna egy megrendelést, hogy milyen a nekem az ideális kutya, akkor minden pontban illett volna a Mászlira, úgyhogy egy icipicit gondolkodtam, körbehordtam a házba, hogy ismerőse valakinek, és amikor boldogan konstatáltam, hogy nem. És abban a pillanatban tudtad, hogy... Így van, így van. Ez érdekes. Gondoltál arra, hogy hány állatka élete múlott rajtad? Szóval nagyságrendileg. Júj, ez nagyon jó kérdés. Nem. Ezt sose összegeztem. Nekem úgy jönnek a munkák, a pácienseim, a hivatásnak a egyes szereplői, hogy egyszerűen bejönnek, meglátom a bajukat, és utána nem nagyon nézek magam köré, látom az állatot, és megyek nekik, és csinálom. Sokszor gazdik neheztelhetnek rám, mert kimegyek a váróba, és nem köszönök nekik, hanem ráugrok az állatról, hogy szevasz, fifike, na mi van, hogy vagy, és nyújtják a kezüket, és közben nem fogadom az állattal, simogatom a kutya fejét, simogatom, és nagyon cikinek érzem időnként, de velük könnyebb kommunikálni.